A díjat minden évben annak a kiváló pedagógusnak ítéli meg a képviselőtestület, aki munkássága jelentős részében Dabason dolgozott, munkája, embersége példaértékű volt, a tanítványok, a kollégák és a szülők között is, valamint annak a pedagógusnak, aki kiemelkedő teljesítményt ért el az óvodai, iskolai, oktató-nevelő munkában, a tehetséggondozás területén, magasfokú pedagógiai és szakmai felkészültsége alapján élen jár az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában. A felsorolt szempontok figyelembevételével Dabasváros önkormányzatának döntése alapján Dabas ifjúságáért Kászonyi Dániel díjat adományoz Stancsik Magdolnának. Stancsik Magdolna 1971 óta dolgozik az oktatásban, 1975 óta Dabason. Magyar énekzene szakos tanárként a Kossuth Lajos általános iskolában kezdte el dabasi tevékenységét, majd a Kossuth Zsuzsanna szakképzőiskola és kollégium 1990-es megalapítása óta az intézmény dolgozója. Az iskola fennállása óta több száz diákot segített tanulmányaiban az érettségihez vezető úton, vagy a szakmai képzés megkezdéséig juttatta el tanítványait magyar nyelv és irodalom tantárgyból. Munkaközösség vezetőként szakmai tudását átadva segíti tapasztalataival kollégáit is. Mindig is szívügyének tekintette a diákok érzelmi nevelését. Nagyon fontosak számára az értékek és az egyéni ismeret. A tanítási órákon és iskolán kívüli foglalkozásokon, szakkörökön a diákjainak adott biztató szavak, a sikerek sok tanítványát indították el a lelki gazdagodás, a kiteljesedés útján. Közülük nagyon sokan e mintának köszönhetően szintén a pedagógus hivatást választották életcélul. Diákjai szívesen emlékeznek a kulturális versenyeken, találkozókon bemutatott sikerekre és elért eredményekre. Felejthetetlenek a tanárnő által rendezett az iskola névadóján, az alapkőletételkor, az új épület átadásakor, valamint egyes városi és iskolai ünnepélyeken előadott műsorok. Az utóbbi években már nem csak a diákokat, hanem a tanárokat is szereplésre ösztönözte. Többen is emlékezhetnek az iskola kórusára, amikor például néhány évvel ezelőtt a Kossuth Művelődési Házban is felléptek karácsonyi műsorukkal, sőt az ünnephez közeledve az iskola újabban minden évben otthont ad Stancsik tanárnő szervezésében megrendezett Szomszédok karácsonya című programnak, ahol szintén szerepelnek a kollégák. A szalagavatókon évek óta olyan műsorokat állít színpadra tanítványaival, kollégáival, amelyek méltán kapnak elismerő szavakat. Munkáját nagyfokú igényességgel végzi, legfontosabbnak a diákok sikerélményhez juttatását tartja. Sikerei között említhetjük a Monori regionális Ki mit tud döntőjét, ahová három produkcióval is bejutottak diákjai. Továbbá az országos szakiskolai közismereti tanulmányi versenyek regionális és országos fordulóit, ahol diákjai hozzájárultak a megnyitók fényének emeléséhez. A Kossuth Zsuzsanna szakképzőiskola és kollégium kulturális hagyományai fennállásának 22. éve alatt kiépültek. Ebben Stancsik Magdolna tanárnőnek nagyon nagy szerepe van. Köszönjük az ő áldozatos munkáját. Hát nehéz a meghatódottságtól megszólalni, úgyhogy elnézést kérek. Ez a 42. tanéve, és egy picit úgy veszem ezt az elismerést, bár nagyon meghatódtam, ami sok szépet elmondtak rólam, talán nem is igaz. Úgy érzem, hogy ez az elismerés egy picit a Kossuth Zsuzsanna szakképzőiskolának is szól. Én köszönöm azon kollégáknak a munkáját, akikkel együtt tudtam dolgozni, és azt hiszem, ez a kitüntetés, bár én vettem át, nagyon sokakat megillett.
Ugyanilyen szép emlékekkel gondolok vissza a legelső munkahelyemre. 75-be kerültem a Kossuth Lajos, illetve akkor még zöld iskolába. Pályakezdőként egy olyan tantestületbe csöppentem, ahol volt mint tanulni. Bekerültünk a város körforgásába. Jó néhány volt tanárommal együtt dolgozhattam, gondolok itt Stavinovszkiné, Marika nénire, Török György tanárúrra, de folytathatnám még a sort, Sarus Gyuláné, Zsuzsika néni, aki osztályfőnököm volt a gimnáziumban, ebben az iskolában dolgoztam vele egy-két éven keresztül. Azt hiszem, hogy ennél méltóbb helyen ezt az elismerést, mint ebben az iskolában, ahol a 42 évnek a leghosszabb részét töltöttem, nem kerülhetett volna sor. Úgyhogy én köszönöm a megtiszteltetést. Köszönöm. Nem tudok más.